Beszéljünk akkor a munka és a balesetvédelemről. Munkavédelem, baleset és munkahelyi baleset fogalmát tisztázzuk is akkor először. Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. Annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló sérült közrehatásának mértékétől függetlenül. Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek, tehát munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról, szállásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására, szállására menet közben éri. Kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Tehát nem tekinthető munkabalesetnek az, ha valaki éppen mondjuk munkából hazatart, és baleset éri, az nem munkabaleset. Súlyos az a munkabaleset, amely a sérült halálát halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezését bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását, valamely érzékszerv vagy érzékelő képesség és reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta. Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkulást, hüvelyik új vagy kéz, láb két vagy több ujja, nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb esetek. Beszélő képesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések fajtái. Megváltozott a munkavédelmi törvény Lényeges változás, hogy a területi, munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség felügyelője első fokon jogosult a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni. Nézzük is akkor most meg a bolti munkafolyamatok bemutatását balesetvédelmi szempontból. Védőeszközök használata. Ugye, védőfelszerelések, ugye fejvédők, hallásvédők, védőszemüvegek, védőállarcok, maszkok, védőkeztűk, védőruhák, térd- és lábszárvédők, védőlábbelék. A munkáltatónak helyi munkaegészségügyi előírások szerint elfogadható szintre való csökkentése érdekében a munkavállalók számára egyéni védőfe, védőeszközöket kell biztosítania. Azok rendeltetésszerű használatát meg kell követelnie. A szükséges védőfelszerelések és egyéni eszközök működésképtelensége, illetve hiánya veszélyeztetésnek minősül. Így a munkavállaló jogosult, köteles ilyen esetben a munkát megtagadni. Az Európai Unió országaiban a halálos kimenetelő munkabalesetek, mint egy harmada az üzemben belüli anyagmozgatási, szállítási és közlekedési feladatok ellátása során következik be. Például nagy raktárakban, vagy raktárában, hogy nem figyelnek egymásra, meg nem tartják be a védőfelszerelés hordását, mint a célbetétes cipő, és mit tudom én, beüti a lábát, vagy rásik valami, a mivel nincs acébetétes cipő, ezért eltörhet a lába. Igen, csúnyán. De mindegy, nem húznám az időt, úgyhogy folytassuk tovább. Az anyagmozgatás során előforduló káros egészségügyi hatások jelentőségét is gyakran alábecsüljük. Pedig a kis erejű, de folyamatos fennálló hatások, például rezgések, fájdalmas, nehezen és drágán gyógyítható károsodásokhoz vezethetnek. Targoncás esetében a dog shock, tehát remegés és a trailer drop függőleges mozgás. Balesetek és foglalkozási megbetegedések jelentési és nyilvántartási kötelezettsége. Nézzük is meg, akkor mi a teendő baleset esetén. Ha Ön minden kötelezettségét teljesítette, reméljük, nem történik baleset. Ha mégis, az alábbi teendői vannak a sérült ellátása után. Ha felmerül a gyanú, hogy a sérült alkoholt fogyasztott, ittasság vizsgálatának elvégzését el kell rendelni. A súlyos munkabalesetet a baleseti helyszíni szemle szerint illetékes felügyeletnek azonnal be kell jelenteni. Tehát a baleseti helyszínt illetékes fegyület, fegyül, felügyeletnek be kell jelenteni. A munkaképtelensége járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, ugye helyszíni szemle, és az eredményt munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy hol volt, mi történt, -e a -ja, balesetben elszenvedő a védőfelszerelést, illetve itt a se volt vagy sem, illetve egyéb szer vagy alkohol befolyása alatt volt-e. Minden munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket az OMMF, Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség végzi. És nagyjából szerintem a munkavédelemről ennyit kéne tudni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!